út, ami összeköt, több évtizedes problémát old meg a Ramocsaháza és Laskot között megépült 3 kilométeres út. Mozgásreceptre már a házi orvosok is felírhatják a mozgásszegény életmódon változtatni kívánó fizikai aktivitást. Kutatók éjszakája, a Nyíregyházi Egyetem az elsők között csatlakozott az európai kezdeményezéshez. Több mint 300 millió forintból készült el a Ramocsaházát Laskoddal összekötő útszakasz. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A beruházást több évtizede várták, ennek köszönhetően ugyanis a közel 20 kilométeres útvonal a harmadára csökkent. A nemrég átadott szakaszt mezőgazdasági gépek igen, több tonnás kamionok viszont nem használhatják. Az 1960-as években még tó volt Ramocsaháza és Laskot között. Az évek során átalakultak a területi adottságok, és mezőgazdasági földek vették át a helyét. A két település bár közel van egymáshoz, ha valaki át akart jutni egyik helyről a másikra, nagy kerülőt kellett tennie. Ha jól számolom, már 80 évvel ezelőtt is óriási probléma volt az, hogy Laskoddal Ramocsaháza 3 kilométer távolságra küszködik, szó szerint küszködik egymástól, és hogyha körbe akarunk menni, akkor egy 20 kilométert kell utazni. Tehát ennek az útnak nagyon nagy jelentősége volt, nem csak mezőgazdászok számára, hanem a lakosság számára is, mert hogy rengeteg családi kapcsolat van, és a rokonság nehezen tudta tartani egymással a kapcsolatot, hiszen akkor, amikor még személyautó nem volt minden családnál, akkor gyakorlatilag kerékpáron, úttalan utakon kellett átjutni egymáshoz. Úgyhogy ez a beruházás hát életbevágó Ramocsaháza és Laskot számára is. A konkrét beruházási folyamat néhány évvel ezelőtt kezdődött, de az út megépítésének gondolata már több évtizeddel ezelőtt megszületett. Most nem mondok nagyot, ha azt mondom, hogy több mint 30 éve. Több mint 30 éve volt már erről szó, hogy a kettő község között, úgy mint a más települések között is, már a lehetőségeket akkor is méregettük, próbálgattuk. Ez már akkor még igen, akkor még nem is a polgármester hivatal, még akkor tanácselnöki rendszer volt, már akkor is volt róla szó, hogy meg kellene ezt a utat valamilyen formában csinálni. Ezt egy jó pár éve Ragány Róbert, Ramacsai polgármester kollégámmal beszélgettük, amennyiben lehetőség van, ezt az utat szeretnénk megpályázni, megépíteni, és itt is látszik ennek a jó együttműködése, hogy a két község milyen jó hatékonyan tudott együttműködni. Az együtt gondolkodásnak és működésnek pedig egy, a külterületi helyi közutak fejlesztésére szóló 300 millió forintos nyertes pályázat lett az eredménye. A támogatási intenzitás ennek a jogcímnek az esetében 95%-os, ami azért elég jól jelzi, hogy az Európai Unió és Magyarország kormánya számára is milyen fontos az, hogy a vidéki térségekben is ilyen fontos beruházások megvalósulhassanak. A két település együttműködése azt gondolom, hogy példaértékű, és napjainkban igencsak megbecsülendő. A hiánypótló régóta vágyott utat a vidékfejlesztési program forrásából és némi önerőből tudták megépíteni. A hivatalos útátadáson az is elhangzott, a térség jól használja ki a támogatási lehetőségeket. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéről, hogyha a pályázatokról beszélünk, akkor mindig ott vagyunk az élbolyban. Tehát ebből a megyéből megy be a legtöbb pályázati igény, ebben a megyében van nagyon komoly támogatási összeg elnyerve, és úgy gondolom, hogy az útfelújítás az pedig mindig fókuszban volt, és látható az, hogy akár vidékfejlesztési programból, akár magyar falu programból, akár közutas fejlesztésekből, topos fejlesztésekből rengeteg út és útfelület újult meg az utóbbi időben, és ez a folyamat tovább fog folytatódni. A szalagátvágás megtörtént, az útszakaszt átadták a lakosságnak, akik kerékpárral és autóval is használhatják, és a mezőgazdasági gépek is közlekedhetnek rajta. A hivatalos forgalomba helyezési eljárás a jövő héten lesz. Nyíregyháza is csatlakozott a mozgásreceptre programhoz. A kezdeményezés szerint a jelentkező 35 házi orvos is felírhatja a fizikai aktivitást. Ezzel a mozgásszegény életmódon kívánnak változtatni. A témával kapcsolatban 35 perc című műsorunk vendége Újhelyi János gyermekgyógyász főorvos, ifjúsági és sportszakorvos volt. Az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint 2010 és 2022 között világszerte 5%-kal nőtt a mozgásszegény életmódot folytató felnőttek aránya.
Ez többek között olyan betegségekhez vezethet a felnőtteknél, mint a szívroham, a kettes típusú cukorbetegség vagy a demencia. Szabolcs-Szatmár Berekben is ezen kíván segíteni a Mozgás Receptre program. Az emberek egészségét az életmódjuk határozza meg elsősorban. Tehát nem az orvosi ellátás, nem a környezet, mind befolyásolja, de az maga az életmód a legdöntőbb tényező. Na most ennek egy nagyon erős része a mozgás, és hogy ezt a Magyar Életmódtársaság fölkarolta, elindult egy ilyen szervezés, azért ez egy nagyszerű szervezés, és ehhez csatlakozott most a mi önkormányzatunk. Amennyiben az orvos felírja, hogy mozgásra van szükség, az önkormányzat ingyenesen biztosítja ennek a lehetőségét. Közreadtak egy listát, amelyben meg van jelölve, hogy mikor, milyen foglalkozásokban lehet részt venni. Nagyon nagyszerűen ki van találva, még most alakul, mert például én vagy két napja regisztráltam, az orvosoknak regisztrálni kell egy bizonyos felületen, és akkor ez alapján egy QR-kódos vényt kap, lehetőséget, nem feltétlenül hagyományos vény, még nem tudjuk, hogy pontosan hogy néz majd ki, és ellenőrizheti majd az orvos, hogy az illető ott volt-e. Tehát fölírja neki, és ezzel a QR-kóddal majd le lehet csekkolni, le lehet ellenőrizni, hogy akkor tényleg ez a mozgás megvolt-e. És azt hiszem, hogy ha egy rendszeresség ebbe beindul a betegek részéről és a gyerekek részéről, és én nagyon örültem, hogy a gyermek ellátást is bevették, éppen a Velkei Imre főorvos barátom kezdeményezte országosan, hogy ők is legyenek, örülök, hogy az egész populáció, és várjuk majd az eredményt. Az elsődleges cél az, hogy minél többen kezdjenek rendszeresen mozogni, és érjék el a szakmai testületek által javasolt heti 150 perc közepes intenzitású fizikai aktivitást. Nyíregyházán, ahol 25 felnőtt és 10 gyermekorvos csatlakozott a programhoz, a Mozdulj Nyíregyháza keretében van lehetőség az aktív testmozgásra. A Nyíregyházi Egyetem az elsők között csatlakozott az Európai Kutatók Éjszakája elnevezésű 2005-ben indult kezdeményezéshez, amelynek keretében felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, kutatással foglalkozó intézmények, szervezetek kínálnak tudományos, ismeretterjesztő és egyben szórakoztató programokat. A tudományos fesztiválon minden tudományterület képviselteti magát érdekes, tartalmas programjaival. Pénteken várta az érdeklődőket a Kutatók Éjszakája elnevezésű programsorozat a Nyíregyházi Egyetemen is. Teljes nevén az Európai Kutatók Éjszakája minden évben szeptember utolsó péntekén látogatható. A kezdeményezés célja a kutatói életpálya bemutatása és vonzóvá tétele a fiatalok számára. Európában 2005-ben indult, 2006 óta pedig Magyarországon is minden évben megrendezik ezt a nyílt napot. Kihívás, amit az Z-generáció ad az oktatásban, és autósabban a kutatásban is, hiszen egy teljesen másképp gondolkodó generációról beszélünk, akiknek a figyelmét talán sokkal nehezebb lekötni, még rövid időre is, mint a korábbi generációk figyelmét. Ezért is szeretnénk élmény alapú programokat nyújtani a mai nap során, ezért is igyekszünk olyan programokat szervezni, amelyekbe be lehet kapcsolódni, interaktív módon lehet részeseivé válni az adott programnak, és valóban reményeink szerint sok fiatal fejében megfogalmazódik az a gondolat, hogy minimum felsőoktatási tanulmányokat fog folytatni, de aztán lehetőség szerint a kutatási területen is majd valamilyen munkát fog végezni. Számtalan olyan kutatás zajlik a Nyíregyházi Egyetemen is, amelyek a mindennapokról szólnak, és a tudományokat népszerűsítő fesztiválon nem feltétlenül a tudományosság, hanem a népszerűsítés nyelvén szólnak a közönségnek. Látjátok, ahol a meleg víz volt fölül, hogy gyakorlatilag alig van itt a határterületnél van egy kis változás, viszont ahol megcseréltem, tehát fölül van a hideg víz, alul van a meleg víz, azt látjátok, már szinte összekeveredett. Kell népszerűsíteni, mert nagyon sokan félnek a kémiától. Van benne jogos dolog is, de egyébként az a tapasztalatunk, hogy alapvető kémiai ismeretek hiányában kezd valaki főzni, vagy mondjuk takarítani, és akkor csinálja a galibát magának, vagy még akár a szomszédoknak is. A Kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium tanulói visszajáró látogatók a Nyíregyházi Egyetemi programokon.
Agádi Sándor biológia környezettan földrajz szakos tanár volt az egyik kísérője az igen nagy létszámú 60 fős diákcsoportnak. Nekem édesapám biológia tanár volt, ő hagyott bennem nagyon mély nyomokat, illetve nagyon jó pedagógusok oktattak engem is. Illetve ide jártam én is a Nyíregyházi Egyetemre, tehát én mindenkinek csak ajánlani tudom. Az idei Kutatók Éjszakája programsorozat megnyitóját követően zsúfolásig megtelt a kémiai előadóterem, a Kisvárdai Katolikus Középiskola tanulói is elsőként ezen a programon vettek részt. Eddig nagyon szuper volt, nekem nagyon tetszettek, ilyen kísérleteket láthattam eddig, meg nagyon kíváncsi leszek a nap további részeire. És hova mész még? Ha jól emlékszem, egy szoció quiz, ez az egyiknek a neve, a másik pedig a mentőtiszt hallgatókkal ilyen beszélgetés, de nagyon sok más program is érdekelt, csak sajnos azok egy időben voltak. A több tucat előadás és bemutató foglalkozás érintette a természettudományokat, a műszaki, bölcsész és gazdaságtudományokat is, de egészségvédelemmel és sporttal kapcsolatos programok is szerepeltek a kínálatban. A Magyar Népmeséért Alapítvány és a Nyíregyház Egyetem óvó és tanítóképző intézete harmadik alkalommal rendezte meg az őszi Mese Egyetem című előadás sorozatát. Szó volt a mese éltető erejéről, az érzékenyítő mesék világáról, valamint más gyakorlatorientált előadáson is részt vettek az érdeklődők. Idén harmadik alkalommal rendezték meg az Őszi Mese Egyetem című előadás sorozatot a Nyíregyházi Egyetemen. Az ingyenesen látogatható szakmai konferenciára évről évre rangos előadókat hívnak meg. Ezúttal is köztük volt Berec András, Kossuth díjas előadó művész. Az az érdekes, hogyha valaki azt mondaná egy hétköznapos rendezvényen, hogy mesét mond az a kopasz. Hát az körülbelül olyan, mint a fenéken rúgnák az embereket, gyönyörűen elszaladna mindenki. De ha anélkül, hogy beharangozzák, nem hangozna el ez, hogy mese, valaki elkezdene tréfásan beszélni, jó mesébe beletorkollana, észre se vennék, és kiderülne, hogy nagyon szeretik. Tehát az emberek a mesét sokkal jobban szeretik, mint arról fogalmuk van. A rendezvényen Villányi Péter néprajzkutató egy mai magyar falu prózai népköltészetet címmel írt tanulmányát hallgathatta a közönség, de szó volt a mese éltető erejéről, az érzékenyítő mesék világáról, valamint más gyakorlatorientált előadásokon is részt vehettek az érdeklődők. Lesznek jó gyakorlatok, tehát itt két nyíregyházi óvodából is olyan tanító és óvodapedagógus sikerült megnyernünk az ügynek, akik kimondottan a szakmai részét akarják a gyerekek, az élőszavas mesemondásról lesz szó, és minden olyan témáról, ami egy kicsit azt örültünk volna a több külsősön, tehát akár felnőtt szülők, fiatalok, de hát ugye ez most délelőtt van ez a konferencia, ami azt erősíti meg a fiatalokban, de hát ha majd a média segít, hogy mennyire fontos a gyerekeinknek élő szóval. Nem muszáj mesét olvasni, de meséljünk a gyerekeknek, nem adják vissza a tévé vagy bármilyen más kommunikációs eszköz az, hogy mi közvetlen környezetben vagyunk a saját gyerekünkkel vagy az unokánkkal is, mesélünk neki. A meghallgatott mese pozitívan hat a gyermekek fantáziájára, amikor találkoznak a különböző szereplők jellemével, tulajdonságaival, az érzelmi intelligenciájuk is fejlődik. Tulajdonképpen minden kultúrában jelen van a mese, és nem véletlenül, mert az emberi létszükséglet, az emberi léleknek alapvető szükséglete a mese. És tulajdonképpen arra keressük mindig a választ, hogy megtaláljuk a helyünket a világban, és értsük a céljainkat, és erre tanít meg bennünket tulajdonképpen a mese. A Nyíregyházi Egyetemen tartott program célja a magyar nép és műmese gazdag és egyedülálló világának őrzése, ápolása és népszerűsítése. Megszerezte első idegenbeli győzelmét a Nyíregyháza Spartacus, Timár Krisztián együttese Kecskeméten nyert 2-0-ra. A forduló további eredményei a következők: Újpest Eto FC Győr 0-0, DVTK Zalaegerszeg 2-1, DVSC MTK Budapest 2-3, Fehérvár FC Paks 1-2 és Ferencváros Puskás Akadémia 3-0. A tabella élén a 18 pontos Ferencváros áll.
a 10 ponttal 7. Nyíregyháza, szombaton az 5. Diósgyőrt fogadja. Győzelemmel kezdte a bajnokságot a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B piros csoportjának nyitófordulójában 74-72-re verték a Vasas Akadémia csapatát. Merin Mehmedovics együttese szombaton Kaposváron lép pályára. Nehezen lendültek játékba a csapatok, 5 perc után még csak 5-6 állt az eredményjelzőn. A negyed végére a hazaiak 11 pontos előnyt szereztek, amelyből 10-et a második negyed elején el is adtak. A Vasas a vezetést is átvette, a nagy szünetre már 8 pontos vendégelőnynél vonultak le a játékosok. Fordulás után is a végig letámadó fővárosiak uralták a játékot, a cápák 13 pontos hátránynál kezdték el a felzárkózást. 58-58-nál érte utol ellenfelét Merin Mehmedovics együttese, amely a vezetést is átvette, és végül a kiélezett végjátékban 2 ponttal meg is nyerte a szezon első bajnoki mérkőzését. Az, amit csinálta Vasas ellenünk mai meccsen, ez nem mindennapi dolog, hogy a ligában valaki 40 perc letámad, és a bontja a játékuk, hogy nem tudunk, szenvedtünk, de a legfontosabb dolog, hogy a másik felidobó, felveszünk a harcot újra, és bíztunk, hogy nyerni tudunk. Ez a győzelem egy nagyon fontos győzelem bajnokság szempontjából, mert én még mindig mondom, hogy a legbiztosabb meccsek, ami lesznek, és gondolj, nyerni fogunk, lehet, hogy nem lesz így van, és a legnehezebb meccsek lehet, hogy nyerni fogunk, ez a fiatal csapatnak a feljutásnak a része. Soha nem lehet tudni, mit, mikor igazán lesz. Készültünk mi is, készültek ők is. Volt periódus, amikor mi jól játszottunk, akkor utána jött. Tipikus első bajnoki meccs, és én örülök neki, hogy abszolváltunk győzelemet, mert ezt a győzelemet nagyon fontos dolog. Látni fog 10 forduló után, mennyi fontos volt ez a győzelem. A 4-3 pontos kosaratszerző Nagy Simon 19 ponttal vette ki részét a győzelemből. Nagyon hullámzó volt, az első negyed úgy sikerült, ahogy szerettük volna, a második meg pont nagyon nem. Úgy mentünk be az öltözőbe, hogy azt hiszem mínusz 8 volt közte, próbáltuk tüzelni magunkat, és hát a csapat megmutatta, hogy van szíve, és hogy bármikor tud nyerni, akár mínusz 10, mínusz 8 ide vagy oda, és hát szívvel ezt most megnyertük. A forduló további eredményei a következők, Deac U23 Salgótarján 77-55, BKG Prima Akadémia Jászberény 96-84, Kaposvár TF Budapest 109-61, Dávid Kornél Akadémia Óbudai Kaszások 79-73 és Meavc Fót 84-85. A Nyíregyháza második fordulóban Kaposvárra látogat. Most sokkal könnyebb utazni, sokkal könnyebb készülni. Kaposvár ez abszolút favorita ez az éven, és én szerintem amennyi ez pályán hajtás és igazolás, annyi ez pályán kívül is hajtás, hogy ők legyenek a következő A-liga csapat. Én nekem semmi ellene, mert igazán is ez egy kosabda város, nagy hagyománya van, de biztosan nem menjünk oda, hogy ők nyernek. Készülni fogunk, meglepetés lesz, ők a kicsit öregebb csapat, rutinosabb csapat, mint a Vasas, és szerintem nem fog ilyen ritmuson játszani, sokkal könnyebb fogunk játszani a Kaposváron, nehéz lesz, mert ez egy igazán jó csapat, nyomás alatt újra kell játszani, de várok egy pozitív eredményt. A második forduló további párosítása a következő, Salgótarján BKG Prima Akadémia, Jászberény Dávid Kornél Akadémia, TF Budapest, Deac U23, Vasas Akadémia, Meavc és Fót Újbudamavc. Megszerezte negyedik bajnoki győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese az NB2 8. fordulójában a Csákvárt verte 2-0-ra. A másodosztály tabellájának élén a 15 pontos Kozár Misleny áll. A 12 ponttal 6. Kisvárda vasárnap a 4. BVSC Zuglóhoz látogat. Kedves nézőink, iradunk végére értünk, úgyhogy jöjjenek főpíreink még egyszer röviden. 3 km hosszú, 6 méter széles út köti össze Ramocsaházát és Laskodot. A beruházás közel 300 millió forintos vidékfejlesztési program támogatásból és 17 millió forint önerőből valósította meg a két önkormányzat. Hosszú távon szeretnék megőrizni az út minőségét, ezért mezőgazdasági gépek igen, de több tonnás kamionok nem közlekedhetnek rajta. A mozgásszegény életmódon kívánnak segíteni a mozgásreceptre programmal, melyhez Nyíregyháza is csatlakozott. A vármegye székhelyen
25 felnőtt és 10 gyermekorvos írhat fel fizikai aktivitást. Az elsődleges cél az, hogy minél többen kezdjenek rendszeresen mozogni. Szeptember utolsó péntekén ezúttal is több tucat előadás és bemutató foglalkozás várta a Nyíregyházi Egyetemen az érdeklődőket a kutatók éjszakáján. A kezdeményezéshez már az indulás követő esztendőben 2006-ban csatlakozott Magyarország. A programsorozat célja a kutatói életpálya bemutatása és vonzóvá tétele a fiatalok számára. Szeptember 30-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírműsorra legközelebb holnap este jelentkezünk, de addig is várjon Önöket a weboldalunk. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, jó pihenést, viszontlátásra! Kedden általában napos idő várható, de nyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, főként délután meg is vastagszik a fátyol felhőzet, amely szűrheti a napsütést. Csapadék nem várható, a csúcs hőmérséklet 14 és 16 fok között valószínű.